Szinte nincsen olyan panel, ahol ne vetődne fel az, hogy az RMDS törvénytervezetét elfogadta a parlament, és ismét vadászni lehet a barna medvét Romániában. Az emberi életnél nincsen fontosabb, és pont. Erről nincsen vita, erről nem lehet vita a román társadalomban sem, a politikában sem, tusványoson sem, sehol máshol. Romániában minden tanulmány azt bizonyítja, hogy a medve populáció gyarapszik, évről évre növekszik. Genetikai szempontból a populáció jó állapotban van, ezért nem túlzott a beavatkozás. Az ember élet védelmében tett intézkedéseknek csak egyetlen egy része a vadászat. Meggyőződésem, hogy folytatni kell ezeknek az intézkedésnek a bevezetését, a tájékoztatást, a villanypásztorok finanszírozását, a gazdák védelmét, a károk kifizetését, az azonnali beavatkozásokat, így közép-hosszú távon megoldást lehet biztosítani a medve problémára Romániában is. Az igazi, hatékony fellépés az lehet, hogyha decembertől az RMDS ismét kormányra kerül, és ez a téma ismét prioritásként lesz kezelve Románia kormányában.